Beszéljünk egy kicsit erről a kitüntetésről, amit hétfőn adtak át, ugye? Ezt valamikor csináltattam. Amikor könyvtárban mentem, és nagyon is eltalálták, hogy én ilyen Don Quixote-ként harcoltam egész életemben a városi könyvtárért, és tulajdonképpen úgy mentem nyugdíjban, hogy nem volt városi könyvtár. Igen. Na most, Endre bácsi, kicsit emlékezzünk vissza, lehet, hogy nehezebben megy, mint 20 évvel ezelőtti dolgokra visszaemlékezni, de hétfőre, hogy akkor egy kis ünnepség volt ugye a megyei könyvtárban, és kaptál egy életműdíjat. Igen. Gondolom azért, mert jó sokáig voltál könyvtáros itt Ajkán is, és hát egész életedben szinte könyvtárakban töltötted, de és közben egy csomó mindent írtál is, könyveket írtál, igen, rengeteg adatot összegyűjtöttél. Ki tudnál emelni egy vagy két könyvet, ami mondjuk különösen a szívedhez nőtt, és életednek egy fontos szakaszát esetleg fémjelzi? Hát, tulajdonképpen kettő könyv van, amelyik mondjuk úgy kiemelkedik, az első. Ugyanis amikor 1996-ban nyugdíjba mentem, akkor ugye kiüresedett az életem, hát az én életem a könyvtár volt, szóval egész életemben könyvtáros. Túlságosan megszoktad ezt a... Hát meg tele voltam mindig gondokkal, meg tervekkel, meg harcokkal a könyvtárért, a városi könyvtárért. Sikerült is megőrizni a könyvtár önállóságát, és most tulajdonképpen mióta én már régóta nem vagyok könyvtáros, és nem vagyok aktív. Szomorúan látom, hogy a könyvtárat szépen besorolták egyszer ide, egyszer oda, most is a legutóbbi besorolása, most már Nagy László Városi Művelési Központ és könyvtár lett. Szóval. Most miért jobb egy önálló könyvtár? Hát, mert önálló költségvetése van? Nem szól bele senki a döntésembe. Azaz, hogy összesen volt nekem kettő főnököm, egyrészt szakmai, a megyei könyvtár, másrészt a fenntartó, a városi művelő, a városi tanács, később a városi önkormányzat művelődési osztályának a vezetője, vagy a népművelési felügyelő, név szerint Gyaj Figyes, Gáspár János, ők voltak a főnökeim, akikkel mindenben egy húron pendültünk, és ők is azt szerették volna, hogy egy önálló könyvtár legyen, és könyvtár maradjon, és sőt, hogy épüljön. Hát egy nagy visszaugrás, amikor le kellett bontani a városközpontban álló könyvtárat, itt a parkolók helyén volt, a régi, valamikori csendőrségi épületbe, akkor aztán felavatták a művelődési központot 1969-ben, és itt bevonult a nagy vezérkar, a pártbizottság, a városi tanács, minden, és akkor hát tudták, hogy ez nem lehet az igazi városi könyvtár, és akkor azt mondták nekem, hogy ne busuljon tilhófáltás, már pár éven belül megépül a városi könyvtár. Hát aztán ugye történt, ami történt. Valószínűleg nem épült meg, nem, mert nem most épült is meg, de aztán, művődési központban vagyunk. De aztán ugye a könyvtár természetéből fakad, hogy dagad, mint a kis gömbec. Mint az emberi kultúra mindig nagyobb területet foglalt el a művelősi házból, és jóformán most már az egész folyosó. Az egész folyosó, ez a művelési házé volt, szakköri helyiségek voltak. Nem volt több a könyvtár, mint ez a kölcsönzei tér, meg az a kettő kicsi iroda, ami van. Semminek több nem volt. Nem csak a mennyiség számít, ugyan a minőség is, és úgy tudom, hogy te elég sokat tettél azért, hogy lépést tartsál a könyvtár fejlesztési elvekkel. Hát, dicsekvésnek. Nyugodtan, tűnne, most lehet. Tűnne, de amikor én ide kerültem Ajkára, egyszer könyvtáros voltam. Mikor elmentem nyugdíjban, 14... És rögtön te lettél a vezető is, ugye? Én lettem itt a vezető. Én voltam annyira a vezető, hogy én voltam még a füttő is, mert egy kis két szobában a könyvtár volt, az egyikben volt az olvasószoba, másik a kölcsönzei tér, volt egy kis vaskályha. Reggel bejöttem, befűtöttem, kitakarítottam, és én voltam az egy személyes minden. Na és utána, amikor nyugdíjba mentem, 14 főfoglalkozású könyvtáros volt, hozzám tartozott Ajka
összes iskolai könyvtárról, város környék, községi könyvtárai, szóval olyan hamar, olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül a könyvtár, abban az időben, mikor hát én voltam itt ennek a vezetője, hogy ezzel függ össze, hogy aztán nem csak megyeszerte ismerték el a Zajkai Városi Könyvtárat, országosan is. Mi adta a hírnevét a Zajkai Könyvtárnak? Hát az, mitől volt jobb, mint a többi? Az, hogy mindig mindenben úttörők voltunk. Például? Például, amikor én kezdtem a szakmát, akkor úgy nézett ki a könyvtár, mint a valamikori szatócs voltok, hogy ül a könyvtáros a pult előtt, a pult mögött, a pult előtt ott vannak az olvasók, és az olvasó azt mondja, hogy hát szeretnék valamilyen kalandos könyvet, valamilyen izgalmas könyvet, és a könyvtáros elmegy a hátra mögött lévő polcok közé, és oda hord egy ölkönyvet, és abból az olvasó válogat. Ez volt a régi könyvtár. Tehát nem járhatta végig a polcokat, hanem nem mehetett be az olvasó a könyvek közé, mint ahogy a boltba sem mehettünk be régen, a boltos mögé. És ebben az időben, mikor az első években, akkor hát indult meg az úgynevezett szabadpolcos könyvtárszer. Mikor átkerültem Ajkára, akkor még nem volt országosan elterjedve a szabadpolc. Én már akkor beengedtem az olvasót a mögém a polcok közé válogatni. Szóval ebben úttörő voltam. Aztán, amikor ugye ide kerültünk a 1969-ben a művelési központ a térben, elsőként szerveztük meg az országosan az úgynevezett hangtárat. Az azt jelenti, hogy elkezdtünk gyűjteni hanglemezeket, később mindenféle hangzóanyagot, mindent. Aztán a hangtárból kinőtt a médiatár. Országosan szinte első voltunk, aki médiatárat hoztunk létre. Megelőztétek a megyei könyvtárat is? Megelőztük. Meg nem csak a megyébe, országosan az országban is. Országosan is. Tehát a médiatár azt jelentette, hogy ott már minden olyan anyagot gyűjtöttünk, ami nem nyomtatott. Tehát hangzóanyagot, vizuális anyagot, képanyagot, minden. Ez volt a médiatár. Ennek volt a vezetője a Városi Könyvtáron belül a Rab Gábor, aki nagyon sajnálatosan 36 éves korában itt hagyott bennünket, meghalt. A feleségét ismered, a Lévit, ugye? Hogy ne ismernéd. Na, ez volt tulajdonképpen ez is egy olyan újítás volt, amire felfigyeltek országosan. Ezzel együtt járt az, hogy kitüntetésekkel halmozták el a könyvtárat, meg a vezetőit is. Annyi kitüntetést kaptam, már megint ez dicsekvésnek számít, hogy fel sem tudom sorolni. Megkaptam a legmagasabb kitüntetést, amit könyvtáros kaphat abban az időben, Szabó Ervin, emlékérem, Szabó Ervin díjat. Ennél magasabb könyvtárosi szakmai kitüntetés nincs. Most ennek a kitüntetésnek már nem az a neve, mert a Szabó Ervint ugye detronizálták. Besorolták valahová. Igen, de hál' Isten, a Pető Pestem, Budapestem. De még van Szabó Ervin könyvtár. A Szabó Ervin könyvtár nem hagyta magát, és megmaradt a Szabó Ervinnél. De a díjat átnevezték Szinnyei József díjra. Na, tehát megkaptam a legmagasabb könyvtárosi kitüntetést, meg több aprót nem sorolok föl. Aztán még újításunk volt, hogy a központi könyvtár jellátás, amit említettem, hogy hozzánk tartozott minden iskolai könyvtár, tehát mi gyarapítottuk az állományunkat, innen szerveztük, irányítottuk, aztán második körben... Ez már egy hálózat volt. Ez egy hálózat, igen. Könyvtári hálózat. Beszerveztük a községi könyvtárokat, Magyarpolány, Kislőd, Úrkút, ezeket jóformán, na természetesen Bakony, Gyepes, Ajkár, ennek aztán később városhoz csatolták, de mikor hozzánk kerültek, akkor még nem voltak a város részek, Csékút, Padrag, aztán Padragkút, úgyhogy...
És akkor jött az internet, azzal már volt dolgod az internettel? Nem értettem. Internettel volt már dolgod? Nem. Azzal már nem. Sajnos korán mentem nyugdíjba. Korán én már nem vehettem részt a megbújvoló könyvtári szolgáltatásokban. Mi még a régi cédulakatalógust építettük, abban is, most jut eszembe, abban is úttörők voltunk, ugyanis csináltunk egy keresztkatalógust, olyan, hogy minden, föltártuk a könyveket, szerző szerint, cím szerint, tárgykör szerint, tehát sok minden, egy-egy könyv, sok szempontból szerepelt a katalógusban, hogy az olvasó bármit keresett. Ezt kézzel kellett keresni, ugye most már az internet meg a számítástechnika korában ez leválogatható, ugye csak... Az interneten minden felülír, hát csoda az internet. Tehát akkor mondhatjuk, megelőztétek a korotokat, mert a technika még nem volt, nem tartott ott, viszont azt a lehetőséget megadta az olvasónak, amit ma megad, mondjuk gyorsabban persze. Igen, úgyhogy én irigylem a mai könyvtárosokat, hogy már mennyivel könnyebb dolguk van, most, mint nekünk. Igen, volt. Ha ezen a vonalon haladunk tovább, akkor látom, bejársz most is a könyvtárba. Mit szólsz az utódokhoz, hogy viszik-e tovább ezt a lángot? Tehát amit te rájuk hagytál, azt fejlesztik-e tovább, vagy méltó utóda ide? Mi a véleményed? Hát én megmondom őszintén, hogy túlságosan nem tartottam a kapcsolatot a könyvtárral, mert amikor nyugdíjba mentem, akkor ugye terveztem a nyugdíjas évekre, akkor még úgy terveztem, vagy szerettem volna, hogy egy ilyen félállásban maradhassak nyugdíjasként a könyvtári dolgozó. Volt elképzelésem, hogy mivel foglalkoznék, de azt nem tudták megoldani, nem volt rá lehetőség. És akkor jött az a helytörténeti óriási gondolat, hogy valamivel ki kell tölteni az életemet. Aztán ez a könyv született belőle. Ez az első, ugye? Ez az első könyvem. Ez az első akkor könyvem. Már Tósokberénden laktál, amikor ezt... Én tulajdonképpen Tósokon születtem. Hogy ott születtél? De Tósokberénden lakom. Sajkán dolgoztam végig az életemet, tehát az egészet beteríthetem. És aztán Kunderman Jenő barátom, nagyon jó barátom, sajnos már ő is itt hagyott bennünket, szponzorálásába, vagy nem is ő szponzorálta, ő szerezte azokat a szponzorokat, akik fedezték a könyv kiadását, tehát a nyomdaköltséget. Én megcsináltam a könyvet, 2 éven ment rá erre a kis kötet. Tehát gyakorlatlan voltam, sok fölösleges munkát végeztem, mert... De már akkor is igyekeztél alapos lenni, nem? Tehát nem fogadtál el mindenféle adatot, anélkül, hogy ellenőrizted volna. Most... Ez látszik a későbbi munkákon is, hogy rettentően aprólékosak. Hát ez az, ha csak megnézed a jegyzeteket, meg a felhasznált irodalmat. Egyszer ilyen kis kötethez hát őrületes munka. Ez azt jelenti, hogy ezeket mind kézbe vettem. Mert úgy kellett az ilyen ismeretlen területen jár. Soha senki nem foglalkozott vezetőséggel. Tehát minden kis adatot úgy kellett összegyűjteni. És hol voltak ezek a forrásanyagok? Levéltárakban? Vagy egyrészt nagyon sok könyvet kellett elolvasnom, utána járnom, tehát a megyei könyvtár, országos könyvtárak, a megyei levéltár volt a legfőbb forrásom, tehát a régi anyagok. Sajnos a egyházi könyvtárak, vagy egyházi levéltárak, azokban nem nagyon jutottam akkor még el, ha bár a püspöki levéltárban jártam, akkor még nem érsekség volt, hanem püspökség volt Veszprém. Lényeg az, hogy 2 év alatt összehoztam ezt is kötetet, nagy sikere volt. Akkor a sikere volt, hogy újra kellett nyomni, képzeld, de megjelent 500 példát. Hát most, hogy is mondjam, a szenzáció volt, hogy ez a, nem hittek benne a faluba se, hogy én meg tudom ezt csinálni, meg lesz belőle valami nagyon... De te hittél benne, ugye, hogy ez meg lesz? Hát én hittem benne, nagyon nehezen gyűjtöttem össze a fényképeket, mert féltek odaadni a fényképek, úgyhogy nem is, nincs is eléggé hát, fényképekkel telerakva. Szóval a lényeg az, hogy a nyomdaköltséget összeadták a szponzorok
könyveket kaptak érte, arányosan. Ki mennyi pénzt adott, annak arányosan kaptak könyvet. Ez aztán... volt a fizetőeszköz akkor. Az volt a fizetség. És amikor ez a sikeres könyv, vagy sikere lett, akkor azt mondják a tósokiak, hát hogy képzelette, hogy tósokon születtél, és csak berendelő is könyvet. És akkor nekiálltam újabb 2 év, megírtam a tósok könyvet. Annak a nyomda költsége ennek a bevételéből. Tehát ennek, hogy eladták, Kunderman Jenő hát volt az, aki megszervezte az árusítást, a bevételből megjelentettük a tósok könyvet. Nem, itt most nincs, az már vastagabb. Igen. Az már vastagabb. Én gondolom, te is gyakorlottabb lettél az adatgyűjtésben, a rendszerezésben is. Vastagabban csináltam forrás, meg. Forrás felkutatásban. Meg bővebb anyagot tudtam összegyűjteni. És most annak a bevételéből, már újra eladtuk, annak a bevételéből, ezt el kell mondanom, készült el a Tósok Berindi világháborús emlékmű. A Tósok könyvem elhúsításából. Ez nagyon nagy önzetlenségre val, mert hát zsebre is tehetted volna azt a pénzt, mert, nem? Hogy én csak megírtam a könyvet, aztán a többi a Kunderman Jenő dolga volt, ő intézte eladást, meg mindenféle, amit utána kellett járni, szóval ő nagyon nagy segítségemre volt. Úgyhogy aztán Tósokban már nagyon sok fénykép van, mert akkor már elhitték, hogy én elkérem a fényképet, de szépen vissza is adom, ha már a nyomda nőtt a bizalom. Igen. Na, nem tudom aztán mennyire legyek még itt ilyen dicsekből hát, tulajdonképpen a munkáid minősítenek, tehát akit érdekel ez a dolog, gondolom nyomon követte a munkásságodat, és hát sokkal nagyobb dolgokat teljesítette, mint amire most időnk lenne megbeszélni. Úgy folytatódó, hogy a megyei könyvtár igazgatója, Varga Béla, elhatározta, csinál megyei életrajzi lexikont. Igen. És abba bevont engem az Ajka és környéke szerkesztőjeként. Tehát akkor összegyűjtöttem egy halom életrajzot, akit én úgy minősítettem, hogy méltó arra, hogy megörökítsük a jövőnek a kis rövid életrajzzal. Aztán, mikor ez a kötet megjelent, akkor eszembe jutott, hogy én sokkal több ajkai személyt tudnék, hát hogy is ebbe a kötetbe belerakni, mint ami belefér a megyeibe. Lehetne egy külön ajkai életrajzi. És akkor megcsináltam az ajkai életrajzi lexikont. 2000, nem tudom hányban jelent, meg már felejtettem. De nem fér bele mindenki, és akkor rekomáltak sokan, ez sincs benne. Akkor megcsináltam annak a folytatását, a második kötetét az Ajka életrajzi lexikonnak. Aztán ezen hát kedvet kaptak a devecseriek, és rábeszéltek, csináljam meg a devecseri életrajzi lexikont. Azt is megcsináltam 2 év alatt, 2 év, az egy könyv 2 év, aztán a Szőcsiek agitáltak, vagy 2 évig, hogy írjam meg az ökösségi történetét, azt is megcsináltam, egy különben ekkora kis kötet. Aztán utána jött ez az Ajkai krónika. Ez tulajdonképpen ennek a 8 községnek a története időrendben, tehát ilyen kronológikus rendezésben. Ez, azt gondoltam, hogy ezzel befejeztem a könyvírást. De szerencsére nem. Hát... Mert utána jelent meg ugye még a Ajkai lexikon is úgy például, van. Amit már én is kézbe vettem, már frissen kézbe vehettem. Abban is rengeteg adat van, óriási munka lehetett. Kik segítettek ennek az összegyűjtésével, hát, hogy saját? Tulajdonképpen magam csináltam. Magam csináltam. Le a kalappal. Magam. Az a Ajka lexikon. Hát, az egy olyan hatalmas munka, hogyha előveszem, megnézem, akkor elképedek, hogy ki csinálta ezt? Hogy voltam képes? Igen. Hogy voltam képes? De ez nem 2 évig tartott akkor, ez tovább. Tulajdonképpen a 20 év alatt, amíg én ezekkel azoknak az anyaga összegyűlt. Aztán a szerkesztése ugye az mondjuk egy bő évet vett igénybe. Szóval...
Most beszéljünk egy kicsit az Ajkai századokról, ugye? Mert az is egy kiadvány, és az is valami, hogyan a te nevedhez fűződik, bár ha jól tudom, nem egyedül vágtál. Nem, én is. Sőt, én csak csatlakoztam. Másod segítő voltam. Az Ajkai századok 2004-ben a Nagy Lajos, igen. Akinek máig nehezményezem, hogy Ajkától, várostól nem kapott semmi elismerést. Létrehozta ezt a saját erőből, saját apparátusával. Létrehozta ezt a, mondhatom, hogy sikeres folyóiratot. Évente egy szám jelent meg. Hát ő volt a főszerkesztője, én meg együtt a lektor, meg segédszerkesztő, szóval ketten csináltuk, de az érdem az övé, egyértelmű, az érdem az övé. Megírt a lap 10 évet, és sajnos azzal szűnt meg, hogy meghalt a Nagy Lajos. Úgyhogy aztán... De a folyóirat akkor megy tovább, sőt én úgy látom, hogy egyre több segítőd van. Következett ugye egy-két év szünet, amíg megszületett az a gondolat, hogy hozzunk létre itt Ajkán egy ilyen helytörténeti klubot, és a helytörténeti klub élesze fel az ajkai századokat. Úgyhogy ez tulajdonképpen ennek a csapatnak a nagy érdeme. Hál' Isten sikerült rábeszélnem a Csendesné Busicsévit, hogy vállalja a szerkesztést, a főszerkesztést, és neki is én vagyok Igen, mondta, hogy te fertőzted meg tulajdonképpen ezzel a szemlélettel, meg ezzel az érdeklődéssel. Úgyhogy én vagyok a segítője, meg a kritikusa, meg a biztatója, hogy hál' Isten él a lap. Sajnos most nagyon megkésett. Egyrészt a pandémia miatt, másrészt egy ilyen szerkesztési problémák is. 2021-es kötet még mindig nem került a nyomdába, Igen. Probléma volt a nyomdai előkészítéssel, elvállalta valaki, aztán meg nem csinálta meg, stb. Igen, hát jöttek a nehézségek. A Csendesné Busicsévi viszont kitüntetést kapott az eddigi munkájáért. Ugye te is ott voltál? Igen. Sajtónapi kitüntetésen. Én nagyon nagyra tartom az Évit. Én Évinek szólítom, nagy teherbírású, az Ajkai szóba is mennyit írogat, meg mennyi energiát fektet be. Azt nem bírják. Most kitérő. Jó. Több városnak is van a megyében helytörténeti folyóirata. Balatonfürednek, Révfülöpnek, Veszprémnek is van. Vagy Veszprémi Szemle például. Igen. Annak van egy főszerkesztője, díjazott. A szerzői tiszteletdíjat kapnak. Az Ajkai századokban se a szerkesztője, se a szerzők soha egy fillért nem kaptak, még talán Balmeregét is se. Semmi. El kell mondanom. Semmi. Nem, ez azt jelenti, hogy nem becsüli a város ezt a lapot. Pedig ennek a napnak szintén híre van. Tagja voltam, meg tagja is vagyok a Veszprém megyei Honismereti Egyesületnek, és az azt jelenti, hogy ez az Országos Szövetség évente rendezett ilyen úgynevezett akadémiát, vándorgyűlésszerű. Ott kapkodtak az ajkai századokért. Sikere volt. Egy kuriózum, ugye? Igen. Elismerték. Úgy látszik. Jó szerkesztett folyóirat, érdekes tartalommal és sok szerzővel, ugye színes is. Igen. Na most ezzel függ össze, hogy Honismereti munkámért szintén megkaptam a Honismeretben munkálkodók legmagasabb kitüntetés, úgynevezett Bél Mátyás díjat. Úgyhogy el vagyok kényeztetve. Igen. Nem beszélve, hogy... De megdolgoztál te ezért. Tehát nem beszélve, közben 2002-ben város díszpolgára lettem. Így van. Ez is úgy történt, hogy akkor Torna Völgyi Pista volt a művelődésen, tulajdonképpen a felügyelője ennek a területnek, és hogy kik javasoltak, kik se. Lényeg az, hogy nem tudtam meg időbe,
És amikor megtudtam tőle, megtudtam, hogy mire Akkor készül már vár, késő volt? később volt visszamondani, hogy nem, Miért? nem, úgy éreztem, én nem érdemlem meg. Hát olyanok sorába kerültem be, hogy Borsos Miklós, Fekete István, Molnár Gábor. Ez egy szép névsor. Mit keresek én ebben a sorban? Hát szerintem ezt a környezeted jobban meg tudja ítélni, kívülről látva a munkádat, mert... Úgyhogy... Hasznos, mire vagy még kíváncsi, városnak. Mert annyit beszéltem. Hát, tulajdonképpen arra lennék kíváncsi, hogy mi ragasztott téged hozzá a könyvtár ügyéhez. Tehát annak idején, mikor pályát választhattál, miért pont ezt választottad? Nem merül föl más opció? Hát, nagyon előre kell ugranom. Nagyon. Én egy paraszti családból nőttem ki, mondjuk úgy, és a családom engem nélkülözött a paraszti munkába, mert én kollégista voltam, sümegen jártam gimnáziumba, és állandóan tele voltam lelkiismert furdalással, hogy én itt kényelmesen élek a gimnáziumba, holott a szüleim meg az öcsém engem nélkülöznek, és aztán ezzel függött össze, hogy úgy tanultam, hogy annak legyen látszatja. Kitűnő tanuló voltam, mikor érettségiztem. Tehát ezzel háláltad meg az ő áldozatvállalásukat? Mikor érettségiztem, miniszteri kitűnő tanuló kitüntetés, az volt az első kitüntetésem. Bilét, a oklevél, nem amilyen, de Darvas óra volt a miniszter, aki íróként nevesebb. És annyit tanultam, és annyira, hogy ráment az egészségem. TBC-s lettem, nem tudom, mondd-e valamit már. Ez a hát még mond beti, azért, persze, már, persze. Már nem, hál' Isten. Annak idején népbetegség volt, ugye, az egészségtelen. Ez a morbus hungaricus, a magyar, betegség. 3 éve ment rá, 1 évig múltam szanatóriumba, 2 évig lábadoztam, és utána munkát kerestem. Mire el tudtam helyezkedni. Hál' Isten, utomba sorolta az élet a könyvtárat. Ugyanis, megint vissza kell ugranom, én erdőmérnök szerettem volna lenni, ugyanis a reál tárgyakban voltam jobb, nem a humán tárgyakban. Föl is vettek a Soproni Erdőmérnök Egyetemre, de egyetem helyett szanatórium. Mondom, ezt a 3 év, és akkor, mikor könyvtáros lettem, annak is hosszabb története van. Beleszerettem a könyvtárba, valósággal szerelmesre lettem a könyvtárnak, és azt mondtam, hogy szebb szakma a világon nincs, mint a könyvtárosság. Úgy látszik, ez volt a sorsod, a karmát, hogy a könyvek között kell élni. Igen, az életet. Pedig hát ugye nincs igazam természetesen. Szóval így lettem, aztán lettem könyvtáros. Ilyen tulajdonképpen az én korosztályom, a könyvtáros korosztályom, tulajdonképpen mind véletlenszerűen lett könyvtáros. Az 50-es években ez a szakma még annyira gyerekcipőbe járt. Mi az, hogy könyvtáros? Kérdezik, ha mit dolgozol? Hát könyvtáros. Jó, könyvtáros vagy, de mit dolgozol? Nem tudták, nem volt hivatás. De közben volt azért egy kis magánéleted is, nem mesélj egy kicsit a családodról, hogy hát, hogyan alakult a életetek? 1962-ben feleségül vettem Tóth Ildikót, aki azóta is feleségem, és ha megérjük a szeptembert, 60 éves házasok leszünk. Úgyhogy született 2 gyerekünk, van 6 unokánk, és van 6 dédunokánk jelenleg. Igen. Aranyos, pici, gratulálok. Pici aranyos. A 6-ból 1 legelső fiú, utána 5 sorban mind lány. Az is gyerek, azt szokták mondani. Úgyhogy. Igen. És a lányod is itt dolgozik valahol, ugye? A lányom a nem gimnázium. Nem esett messze a fájától. Gimnázium. Lányom. Mert a könyveid elkészítésében is segít, úgy látom. Hogy ő volt a tördelője a Zajka lexikonnak. Igen. Jó, hatalmas munkát végzett, hatalmas. Hát nem szakképzett ilyen szempontból, de hát ugye
könyvtár matematika szakot végzett főiskolán, utána egyetemen elvégezte az informatika szakot, úgyhogy a gimnáziumban ő a könyvtáros, meg tanít is a mellett informatikát, úgyhogy. Még azt kérdezném meg, hogy nem dolgozol-e véletlenül egy könyvön mostanában? Hát, vagy új kiadványon? Vagy marad az Ajkai századok, az is elég? Hát ez az Ajka lexikon, amit csak annak nevezek, sajnos nem ilyen rövid a címe, hanem olyan hosszú. Igen, föl vannak sorolva a települések. Bár akartam, hogy érezze, akik elébe veszi, hogy ez nem csak a... Mert ha Ajka, azt gondolják, hogy csak ez a... Holott az Ajka, ez a hozzácsatolt... Igen, különleges város, igen. Települések, és mindenképpen ki akartam fejezni, és azért a címbe belevettem, nem volt valami szerencsés. Aztán azt mondtam, hogy én ma többet, semmit nem fogok írni, de aztán megint a Bosicséval jön elő, ketten közösen csináltunk egy kötetet, ami nemrég jelent meg, igen. Találkoztál vele biztos, a külön is együtt. Igen, igen, túl sokan. A címét én találtam ki, lehet, hogy nem a legszerencsésebb, hogy külön is együtt, de úgy éreztem, hogy mindig külön volt az a két község, de egymásra voltak. Utalva. Például, ha más nem mondják, Tósok község, nem tudom mennyire vagy tisztában, a Berény község német betelepítés, Váb község volt. Tósok község betelepítés volt, de magyar. Magyar. Németek is jöttek, de azok a magyarok mellett teljesen elmagyarosodtak. Ez eleve föltétel egy bizonyos szembenállás, nem? És akkor egymás, ez a két község együtt van, és nem lehet megkülönböztetni, aki nem tudja. És volt nézeteltérés természetesen minden, főleg a vallási. Ugye a Berényt, sváb és katolikus. A Tósok magyar, de fele katolikus, fele református. Érdekes, hogy gondol az ember, németek inkább reformátusok, nem? Hát Kávi János is német volt. Igen. És tulajdonképpen Berénynek volt iskolája, volt temploma. Tósoki reformátusoknak volt iskolájuk, volt templomuk. De a tósoki katolikusoknak se templomuk, se iskolájuk nem volt. Templomot is terveztek építeni. Helyét is tudom, hogy ahol szerették volna, nem volt a lehetőség. Iskolát kétszer próbáltak létrehozni, saját iskolát, de nem tudták fenntartani, szegények voltak. Már érdekes módon a Tósokon a reformátusok a gazdag paraszti réteget képviselték, a katolikusok a szegényebbek. És ez a szegényem katolikus réteg nem tudott fenntartani egy iskolát, és ezért a tósoki katolikus gyerekek a Berényi iskolába jártak, én is többek között, úgyhogy ezeket... De most már van katolikus iskola, ugye? Hát aztán ez már az új világ. A római katolikus általános iskola, tehát ez igen, már külön hangsúlyozva van, hogy ez csoda ez az iskola, hogy mit tudtak végrehozni. Hát ez az, hogy az egyház gazdag, az állam is támogatja, kiemelten támogatja. Amivel nem értek egyet, de a politika. Igen, hát jobb, ha nem politizálunk. Megkérdeztem, hogy foglalkozol-e mostanában valamivel, ami ehhez a múlthoz köthető, vagy ehhez csatlakoztatható? Igenis, meg nem is. Hát ugye megcsináltuk ezt a könyvet, de ebben az érdem az évé, fő érdem. Aztán ugye az Ajkai századokat, azt is ugye ketten csináljuk. Én már a 22-esben is kettő dolgozattal akarok szerepelni. Egyrészt 50 éves az Ajkai kórház, és szeretnék egy 4-5 oldal, vagy 10 oldalnyi az Ajkai századokban a kórház történetéről megcsinálni. Hát nem tudom, remélem sikerül. Aztán... Hát, nagy a biztos Tölgyesi József ismerőse. Igen, a Veszprémi Szemlének a főszerkesztő, ugye? Egyetemi oktató. Ja, hát igen, igen. Tölgyesi. Na, állandóan rugdos engem képletesen, hogy írjam meg az emlékeimet. Hát aztán tulajdonképpen eszembe se volt, de aztán amióta biztos
Elgondolkodom, hogy ha ráérek, meg még lesz rá időm. Mert tudod, az időm az már nagyon ki van számítva. Ilyen a biológia. Akkor lehet, hogy amit az unokáimnak szoktam sokány mesélni az én gyerekkoromból, meg a fiatalkoromból, ezeket mindenféle. Hát akkor voltam gyerek, mikor a háború volt, a háborúról is emlékeim vannak. Ez is egyfajta helytörténeti munka lenne, hát nem? Mert olyan sok szállal kapcsolódsz, főleg, hogy itt élted le az életedet. Itt. Ez... Azon kívül, hogy 4 évig voltam kollégista, 1 évig voltam szanatóriumban, itt éltem le az életemet. Egy keres évig, gondold el, egy keres évig szanatórium. Mikor olvastam Varázshegyet, tehát el tudom képzelni, hogy milyen. Mikor elmentem, még itt nem volt tüdőgondozó, elmentem Veszprémbe tüdőgondozóba, hogy hát menni akarok az egyetemre, fölvettek. Maga nem megy sehova sem, megy a hegyfalui szanatóriumba. Úgyhogy egyetem helyett bevonultam a szanatóriumba olyan állapotba, hogy feladtam mindent, feladtam 57 kiló voltam. De hál' Isten, olyan orvosok, olyan lelkiismeretes orvosok, úgyhogy először vissza szugerálták, hogy akarjak meggyógyulni. Akarjak. Igen, hát ez az alap, hogy akarja az ember a gyógyulást. Úgyhogy mintabeteg lettem, mintabeteg, mindent elkövettem, amit ő. Úgyhogy aztán ugye akkori a tüdőbetegség gyógyításának egyik eszköze volt, hogy fölhizlalják a betegeket, és aki 10 kilót hívott, kapott egy tortát, ünnepélyesen. Aki még 10 kilót hívott, még egy tortát. Tehát én elértem a 2 tortát. Gondold el, 57 kilósan mentem el. Az 77, ugye? 80 fölött volt, amikor engedtek egy év után. Novembertől novemberig szanatórium. Akkor meggyógyultál, de alapvetően megváltozott az életed ezek szerint. És ez alapozta meg tulajdonképpen a későbbi munkádat. Pontosan. Aztán ugye úgynevezett lábadozási kor, hát otthon dolgozgattam fizikai munkába és a paraszti munkába természetesen, még több érdeket olvastam. Jártam az Ajkai Községi Könyvtárba, onnan aztán kapcsoltam a könyvtárral. Én mindent elolvastam. El nem hiszitek már, hogy én elolvastam a szovjet irodalmat, a távol Moszkvától meg az összes Gorkét, Krimszámginélet, ilyen vastam, 4 köteles könyv, mindent elolvastam, könyvfaló voltam. Úgyhogy is könyvtáros lettem, és nem bántam meg. Nagyon szerettem a munkámat.